Welcome back. Well, Australia might be out of the World Cup, but the frenzy of the game rolls on. And in the midst of it all is none other than SBS's Mr. Football himself, sports commentator Les Murray. With Les having recently announced plans to retire, we thought we'd look again at a very personal journey he made 3 years ago back to his motherland, Hungary. Accompanied by reporter Mark Davis, Les was searching for a people smuggler who led his family to freedom in the midst of the country's 1956 revolution. Les Murray is on familiar ground. But his mission to Hungary has nothing to do with football. For once, his mind is not on the game. So what makes you want to do this journey now, Les? What sort of triggered this journey? Well, in Australia these days there's a lot of talk about people smugglers and they're pretty well demonised. And it occurred to me that the people smuggler that I knew was actually a pretty good guy. So I'm here to find him, not to arrest him or even admonish him, but to thank him. Les has set himself a near impossible task, 55 years later, to find a chain of paid smugglers who rescued his family, and he only has one name, Julius or Jula. It was a network of people who helped us. It was a part of a broad conspiracy. They took enormous risks to do what they did. And I believe it's my duty, not just a wish, to thank them. Driving back to Budakeshi for the first time on this journey, I was quite nervous because my greatest fear was that no revelations would emerge. That's it there. See those houses with the red roofs, with the tiled roofs? That's it. That was the greatest fear when I set out on this entire journey. Okay. Now, can we get an angle a bit back? First floor. So my mum would come out there and start yelling, "Time for dinner," and we all have to drop our football game and go inside. We went inside to do our homework. First football plot for you, huh? Yep. It was. Quite emotional, you know. I bet. Amazing. Les Murray was born Laszlo Uga, the middle of three boys, and grew up happily at this apartment until Russian tanks crushed the Hungarian uprising of 1956, forcing the family to flee. Today he's hoping to find someone who lived here in 56 who may know who helped them escape. But he's not having much luck finding any names he remembers. Starting with his own childhood apartment, Les begins the first of a series of cold door knocks, chipping away at a 55-year-old mystery. Well, when I was walking up the stairs, I was, the old ticker was pounding seriously about knocking on the door and finding maybe the residents who took over from us here. This is it? This is the door. Let me see the sign on it. Shall I knock? I think you should knock. You've come so far, Les. You've got to knock. Just ring. There's no, there's
No ring, no bell. There's nobody home, I suspect. The owners of his apartment are away, but there are a lot more doors to go. Does it show color? Én nevem Ürge László. Ausztráliából jöttem. In particular, Les is hoping to find the Keresztes family. The Keresztes planned the escape with Les's parents, and together they all fled for the border. At the last step, they were captured by the Russians. Les has never known what happened to them. Keresztes. Igen, azokra emlékszem. Igen? Persze. És azok itt vannak még? Nem, vagy? Meghaltak. Meghaltak, mind a kettő. Igen. Szóval a gyerekek nincsenek a közelben nem, valahol. Ön nem tudja, hogy hol nem, vannak. Nem, sajnos. Értem. Jó, még egyszer köszönöm szépen. Kérem szépen. Csókolom. Well, when the revolution broke out on October 23, all our hopes rose. The revolution was crushed and all the hopes were extinguished. Some of them were defiant, like my father. You know, he opened his big mouth a few times and other people, but the general population was very, very intimidated. The uprising against the communists, which Les's father supported, was brutally crushed by the Russians. And then the hunt was on for those who joined the rebellion, causing tens of thousands to rush for the border, and the people smugglers were in business. Tehát ön 56-ban itt volt? Ó, már rég, persze. Igazából mi is akartunk menni, akkor még, de akkor mi, amikor akartunk menni, már késő volt. Azt kérte az illető, hogy 100 doboz cigarettát, ha hozok, akkor elvisz minket. Aki átvitte volna, igen. És elhoztam... She was here in 56. But she doesn't remember. A cigarettát, elutaztam, pedig az is veszélyes volt már vonattal menni, és elhoztam, és akkor már nem vállalta. Like others here, this lady knew the Keresteses, but never knew they'd tried to defect. Én ezt nem is tudtam sose, hogy ők akartak. Nem. Erről nem beszéltek? Nem. Ők most a fia... There were secrets kept very, very tightly. Nobody who was involved in such conspiracies as helping defectors ever spoke about them again, because they were fearful of retributions. Nevem Ürge László. Ürge László. Én 11 éves gyerek voltam, itt laktam a D blokkban. Tehát ön emlékszik? Igen. Emlékszik rá? Igen. Hát kisrác volt. Igen. Ebben a házban. Leülhetek? Leülhetek? She remembers the family. Ah, oh, you're kidding. És a szülők azok, és akkor elköltöztek maguk. Biró nénivel cseréltek, nem? Vagy kivel? Nem. Elmondom a sztorit. Mi diszidált? Diszidált. Diszidált. És hol laknak? Ausztráliában, Sydneybe. Jézus és Mária. És oda mentünk. A világ végére. Valamit szeretni kell ebbe a korba. Persze. Mire emlékszik? Abban a szempontból, hogy mi történt, mikor az Ürge család eltűnt. Egyszerűen reggel 3-kor egy teherautó itt várt, és elvitt minket le a határra. Eltűntünk. Erre emlékszik? Hát én arra nem emlékszek, csak az, hogy elmentek, de hogy hova vagy mi, aztán később beszélgették, hogy diszidáltak. The old people are great. I mean, you can always rely on them. They remember everything. If we didn't have them, we wouldn't have found anything. Na most a keresztesekről akarok valamit kérdezni. Ugyanis nem... She also remembered the Keresztes family very well, and I was very, very keen to find out what happened to them. Velünk együtt mentek a határra, együtt tervezték ki az egész utat. És az történt, hogy... A keresztesek. Hát az én uramnak a legjobb barátja volt a bandi. Most azt kérdezem én öntől, Lakatos néni, hogy velük mit történt? She knew the Keresztes family, and she told us what happened to them, that the parents had both died, and the son, who was then 4 years old when they attempted to escape, was now living on the Balaton district, which is a resort area. Hát olyan 3 éves körül lehetett. Great memory. És akkor
Mit akartam. Most ezeknek a Balatonon van nagy vendéglőjük. Vendéglőjük, igen. És talán... And was running a restaurant with the name Keresztes as the name of the restaurant. So that gave us our first lead, really. Jó napot kívánok! A három személy első osztály Baraton Almádira, oda-vissza. I had a feeling all along that the Keresztes family would be quite bitter about what happened. I didn't know what to expect from him, whether he would embrace me and welcome me, or whether basically told me to go away because of what happened to them. I was tense. Andor, te vagy? Igen, szervusz. Szervusz. A keresztes Gyere, Andor. Ölej meg. Szervusz. Olyan kicsi voltál. Ugye? Én meg ekkora. Hát körülbelül. 11 éves voltál? 11. Nem szervusz. Valamit változtál, de nem olyan sokat. Egy kis idő óta nem láttalak. Megfejérettük. 77. És eresek vagytok? Ausztrália, inkább boros vagyok, de ilyen időben jó a hideg sör. Ez a három. Olyan boromba, hogy igen? Két nyelven beszél, ajaj. Ez a három srác, emlékszel? Les learns more in these few hours than he's learnt in 55 years. Right. Értem. That one of the smugglers, who he knew only as the one-legged man, was a distant relative of Andor's. Na, igen, igen. Igen, ez egy bicegő ember volt. Another relative owned one of the houses they were hidden in along the way. Értékes, amit mondtál, mert én soha nem tudtam, hogy ki finanszírozta az egészet. And surprisingly, he learns who bankrolled the most crucial part of the operation, the final people smugglers who need to be paid in hard cash. Pletyka, nem pletyka, anyámnak az elmondása alapján, hogy megkapták a pénzt. Mondott az anyám, hogy állítólag mi finanszíroztuk jobban ezt az utat, és mi maradtunk kint, és nektek sikerült kimenni. Ez lehet, hogy így is volt. Lehet? Tanúja voltam, hogy engem küldött a te édesanyádhoz az én anyám kölcsönkérni pénzt. Ez többször megtörtént. Akkor ez igaz, lehet, tehát hogy anyám mondott? Ez igaz, de ez igaz volt. Hogy mi finanszíroztuk? And then the savage irony that they're the ones who get arrested. They're the ones who get stuck. They're the ones who... I turned back, never to attempt such a thing again. És apám meg fair play volt, hogy akkor induljatok ti előbb el, mert hogy sokan vagytok, nekünk talán két gyerek könnyebb, ti, hogy öten voltatok. Andor's memories of the people smugglers they engaged aren't as fond as Les's. Ja. Nem, hát egy összegbe előre oda lett nekik adva a pénz, aztán utána keveselhették a pénzt, és azt mondták, hogy na még akartak kérni, és akkor már nem volt, és akkor bennünket meg már visszadobtak. Details aside, Les has more personal business to conclude. His parents never contacted the Keresztes again, doubly bitter now, given how much he knows they contributed. Nem keres, ez valahol fájdal, kicsit sérelmezték. Nagyon-nagyon Ausztráliába készültetek, tehát készültek faterékba is, az anyámba is, hogy Ausztrália. Hogy na, talán már biztos sikerült nekik, és kint élnek Ausztráliába, ennyit mondtak. De nem hallottatok semmit, ez csak sejtettétek. Szerintem restelte. Szerintem nem tudta azt, hogy kell összeköttetésbe lépni egy ilyen jó barátjával. Ezt nem tudta szerintem leírni. Hát ugye aztán ment tovább az élet. Fater biztos sajnálta. Hmm. Sajnálta, hogy elvesztette a barátját. Ez biztos sajnálat, ez meg tudom. Yeah. My parents didn't contact them because they were too embarrassed to. They wouldn't have known what to say to them. And that embarrassment remained with me about that. And I had to put that right.
Én csak az anyám néha síralmában, amikor mondta, hogy az Isten, hogy sajnálta, hogy hát végül is nem sikerült nekünk kimenni. Azt mondja, most már ott farmerok lehetnénk, mindig a földet akarták túlni. Vagy igen. Hogy nagy, nem tudom, aztán nektek hogy sikerült? Nekünk, hát nekünk nem volt az se paradicsom. Egészségedet. Neked is. Köszönöm szépen, Andor. Bye bye, see you. Servus, Andor. Ciao. Amazing. Amazing? Yeah, amazing. Amazing experience. Wow.